Lovasok a makói főtéren, egy felszabadulást hirdető újságcikk. Ilyen fotókkal van tele dr. Halmágyi Pál múlt héten bemutatott könyve. A volt makói múzeum igazgató több mint 30 évig dolgozott a köteten. Összesen 34 képet tartalmaz az 1919-20-as időszakból. Most ugye lassan az első világháború kitörésének a 100. évfordulója lesz jövő évben, és ezek az események, amiről ez a könyv szól, ez a világháború végén az idegen megszállás, a francia, szerb, román megszállásnak a képei, és hát érdekes, hogy arról az események után jó 60-70-80 évvel még kerültek elő eddig nem ismert képek, és azt szeretném, hogyha ezt mindenki, akit érdekel ez a korszak, megismerje. A múzeumban még az 50-es években bekerült a homonnai műterem felszámolásával, az a több mint 20 ezer üveg negatív. Ez hosszú-hosszú évtizedekig aludta Csipke Rózsika álmát, és a 90-es évek elején Szűcs Tibor, szintén makói származású fiatal grafikus, akkor témát keresett, és akkor rábukkantunk erre a homonnai gyűjteményre, és akkor kezdte végignézegetni, és a legérdekesebb képeket kiválogatta. Ő más szempontból, ő művészi szempontból nézte ezeket a képeket, engem pedig a várostörténeti művészeti értékeken kívül ez a dolog érdekült, hogy hopp, hát itt egy francia generális van a főtéren, román lovasok a korona előtt, hát mi volt ez, hogy volt ez, és minél több dolgot akartam összegyűjteni. A fotók megismerésével nem csak az események, hanem emberi sorsok is kirajzolódnak. Érdekes annak a tolmácsnak a személye, aki a franciák és a makói városvezetés között közvetített. Megtaláltam ennek a központi szerepét egy Trút Ferenc nevezetű makói férfi, aki kisgyerekkorában kikerült Párizsba nevelőszülőkhöz, anyanyelvi szinten beszél franciául, mert ott végezte az iskoláit, ott volt katona. És pont a világháború előtt hazajött Makóra. És amikor itt bejöttek a franciák, hát természetes volt, hogy kerestek tolmásnak, és akkor ez a férfi, ez közvetített a város és a francia katonaság között. Utána aztán háború, tehát a két háború között visszament Franciaországba, és ott is halt meg Párizsba. A könyvben 1918 végétől 1920 március 29-ig vannak dokumentumok. Akkor, azaz március végén hagyták el Makót a francia, román és a szerb csapatok. Én úgy gondolom, hogy ez a Halmágyi igazgató úr által most megjelentett könyvkötet, ez bár viszonylag vékony, de ez egy nagyon nagy jelentőségű egész Makó számára, és tulajdonképpen azt hiszem nagyon büszkék lehetnek a makaiak erre, hogy ez a kötet elkészült. Tehát ez egy nagyon-nagyon vészterhes időszak a történelmünknek, így, hát én nem azt mondom, hogy egy dicsőséges több évszázadnak a végét, de mindenképpen a hajdani történeti Magyarországnak a végét jelenti, és a trianoni békeszerződés ugye szétszabdalja a hajdani országot. Arról van szó, hogy egy rövid időre bevonult ide az Antant keretébe a francia hadsereg, és ez nyugalmat, békét jelentett Makó számára, ami akkor ugye Csanád vármegye székhelyeként egy nagyon fontos település, majd 40 ezer lakosú város, és ehhez hozzá kell tennünk, hogy ekkoriban itt a szerbek is, a románok is ugrásan készen álltak, hogy bevonuljanak és elfoglalják, megszállják. A franciák nagyon kulturáltan viselkedtek. Sajnos, ugye erről van szó a kötetben, 1919. júniusában kivonultak, és abban a pillanatban a szerbek bevonultak. És egy nagyon vészterhes, majdnem egy esztendő következett. Szerencsére megbukott a tanácsköztársaság, és sikerült az ország jelentős részét visszafoglalni, és tulajdonképpen kialakult az országnak az a határa, amit azóta is ismerünk, és amelyben szerencsére Makó a mai Magyarországhoz tartozik. Az itt bemutatott könyv a Makói Könyvtárban és a múzeumban vásárolható meg.